nem megkezdjük a harmadik témakört, így szamosítom más témában, hogy kezdje. A témakörben a kérdés, hogy elhagyható-e étkezésünkből a tej és a tejtermékek, és milyen hatása lenne a szervezetünkre? Hát ez a rendkívül fogas kérdés, ez igazán a szakmámba tartozik, és ezért vissza kell magamat fogjam, hogy 2,5 percben ezt el tudjam mondani. De a lényeg a következő, nem vagyok vallásos, ez valahogy ez ilyen, de mindig azt szoktam mondani, hogy a jó Istenkének több az ember, mint az embereknek. Tehát magyarul a kálciumot nem csak betette a tejbe és a tejtermékbe, hanem ezen kívül még mellé tett cinket, meg mellé tett molibdént, tehát olyan dolgokat, amik egyszerűen nincsenek benne abba a kálcium tablettába, amit megnyugtatásul mi szépen szeregethetünk esetleg, hogyha tejmentes diétát csinálunk, csak éppen nem érdemes megnyugodni, mert az úgy ürül, ahogy megettük, nem fog felszívódni a cink, illetve a megfelelő nyomelem nélkül. Tehát magyarul mit kell csinálni? Nagyon fogas kérdés, majd mondom miért. Nem, és itt hangsúlyozom, nem a laktóz intolerancia, mert azt lehet pótolni, amellett még gyönyörű kálcium felszívódást tudunk csinálni, hanem azok elég sokan vannak, akiknél tej allergia van, tehát ténylegesen semmiféle tejes étel nem ehetnek, ezeknél a tudomány az utóbbi időben hát igen komoly pótlást próbál. Nagyon jó egyébként a szója, csak egy hibája van, hogy sajnos a szójában először is, aki tejallergiás, annál elég gyakori a szójaallergia, legalábbis nem tudom, hogy van ez felnőgyógyászatban, de nálunk gyerekgyógyászatban így van, tehát borzalmas nehéz a kálciumnak a pótlása. Na most már pedig kálciumpótlás nélkül igen komoly problémák lesznek a D-vitamin anyag cserében, és amit régebben nem tudtunk, de most már tudunk, hogy a D-vitamin az egyik legfontosabb olyan immunanyagunk, amivel meg lehet akadályozni például azt, hogy egy rák szétterjedjen. Tehát sokkal több a ráknak a szétterjedése, metasztázisnak hívják ezt az orvosok, abban az esetben, hogyha valakinek D-vitamin hiánya van. Na most a D-vitamin anyag cserét, az egy hormon tulajdonképpen, nem csak egy vitamin, az maga a kálcium felvétel, a kálcium bejövetel, tehát sokkal komplikáltabb ez a kérdés, mint amennyire hiszük. Ennyire telik a 2,5 perc. Azzal kezdeném, mint biológusként, hogyha nézem az emlős állatokat, és ez már akkor szöget ütötte a fejemben, amikor az egyetemre jártam, és akkor már vegán voltam, hogy minden emlős állatnak az anyatája legideálisabb táplálék, ugye egészen fiatalkorban, és ez az ember esetében is így van. Viszont, ha megnézem a természetet, mégis azt kell tapasztaljam, hogy semmelyik más emlős állat sem fogyasztja más állatnak a tejét. Egyrésztől kivétel a házimacska, akinek mi adjuk. A házimacska akkor elfogyasztja, de hogy egyébként nem, tehát ösztönszerűleg nem teszi ezt meg. Illetve, hogy felnőtt korban, tehát elválasztás után, amikor már alkalmas az emésztőrendszer arra, hogy az adott állatfajnak megfelelő táplálkozást folytassa, akkor szintén egyetlen egy fajnál sem figyelhető meg az, hogy tejet fogyasszon, sőt, el is zavarja, hogyha ilyet akarna az anyaállat, ez zavarja a már felnőtt gyermekét, hogyha tejet szeretne tőle kapni. Itt is megint a házi macska kivétel, aki felnőttként is kap tejet, de hogy egyébként, és hogy ez nem jellemző, ez nem természetes, és ebből következtethetünk arra, hogy számos probléma, amely a tejfogyasztással kapcsolatos, az ebből a tényből adódik, hogy nem természetes táplálék a tej. Mindemellett hasznos anyagokat tartalmaz, ez vitathatatlan, kálciumot is, és számos más hasznos anyagot, de természetesen mindezeket a hasznos anyagokat más táplálékok is tartalmaznak, a kálciumot is, és az említett anyagokat is, amelyek a felszívódáshoz szükségesek. Ugye Magyarországon lehetőség van mágfogyasztásra, ugye ez külföldön nem annyira gyakori, és ennek nagyon magas a kálcium tartalma. A szezámok szintén, ez külföldön is ismert, és nyilván önmagában nem elegendő, mert hogy szükséges a többi anyag bevitele is, de ezek is mind pótolhatóak növényi forrásból. Természetesen itt is a kellő odafigyelést kell hozzátegyük, hogy ahhoz, hogy teljes értékű tudjon lenni a táplálkozás. Hát én sem macskának, sem tehénnek, sem kutyának nem érzem magam, hanem embernek, és akkor most övön alul leszek.
Hadd mondjam azt, hogy habos kakaó, hogy madárfej, hogy smoothie, hogy eper jéghidegetleg joghurttal, hogy egy jó jutúros körözött. Hát nagyon sajnálom, hogy ezt nem eszi. Most visszatérve a szakmára. Nem hiányzik. Értenék egyet abban, hogy van igen, aki tejfehérje allergiás, van neki még tejcukor érzékenysége van. Ma már genetikai vizsgálatok vannak, tehát hogyha hozzám jön valaki a praxisban, legtöbbször már hoznak egy genetikai vizsgálat eredményt. Ez nagyon szépen kimutatja, hogy van-e erre a rizikóm, vagy tényleg van-e tejcukor érzékenysége. Ugye az visszatérek biológus kollégához, hogy ugye vannak olyan népcsoportok, akiknál valóban ez gyakori. Ugye Magyarországon itt mindenki jött, ment, tatár, török, orosz, mindenki, nem tudom, osztrák. Itt ugye mi nagyon jó keverékek vagyunk, hogy ki mit örökölt, nem tudom. De ez nagyon, tehát ez tényleg genetikailag is meghatározott. Kétségtelen, hogy van átmeneti tejcukor érzékenység, bizonyos betegségek, bizonyos gyógyszerek szedésének a következő kemoterápia kapcsán nagyon sok betegnek sajnos átmenetileg még ez is kialakul. De ezzel együtt azt gondolom, hogy van olyan ember, aki nem szereti, nem bírja, akkor mindenképpen pótolni kell a kálciumot. Ez nagyon fontos, hogy a D-vitamin, és az is lényeges egyébként, hogy a kálcium felszívódásához, a D-vitaminon kívül még a tejcukortól kezdve nagyon sok mikrotápanyag, amit fölvosul említett, de is szüksége van, amit a tejben ez a kényelmes, hogy ebben ezek benne vannak. Hát akkor az én véleményem az azért teljesen különbözik ettől. Azt gondolom, hogy a tej az emberi táplálkozásra nem alkalmas, illetve nagyon szűk keretek között. Az, hogy a tejipar és a húsipar az olyan szorosan összeszövődött, nem lehet elképzelni úgy tejtermelést, hogy a húst azt ne termelni. Tehát nem tudom ezt ki mennyire tudja, a borjút azt ugye úgy tudják létrehozni, hogy közben tejet ad a tehén, és a tejet azt leadják a tejiparnak, a húst pedig a húsiparnak, és a húsipar és a tejipar is nagyon szorosan összefügg, összeműködik egymással, az egyik leszállítja a csirkének a körmeit feláztatva és belekeverve a sajtokba, a másik meg leszállítja a maradék tejtermékből, ami visszamarad a különböző parizerekben, meg hasonlókban. Igazából itt van egy óriási ipari kényszer, ami diktálja azt, hogy szükség van a tejnek az eladására, és az, hogy most madártejet, meg túros rétes, meg hasonlót, amit a kolléganőjásodat eszünk, ez az utóbbi mondjuk 100 évnek a terméke, hogy ezt egyáltalán ismeri az emberiség. Azelőtt ez nem volt általános, hogy bárki ehhez hozzáférhetett, vagy ehetett nap, mint nap, bármelyik cukrászdába bemegy, és minden tejterméket meg tud enni. Ez a mennyiségű tejtermelés, ami az európai embernek jut, mondjuk egy afrikainak ugye a töredékesen, ez nem normális, ez olyan reakciókat vált ki az immunrendszerünkben és az egész szervezetünkben, amire nincsen felkészülve a szervezetünk, nem képes reagálni erre. Maga az allergián túl van az úgynevezett intolerancia is, ami sokkal enyhébb formája a megbetegedési reakcióknak, és az is sajnos nagyon sok problémát okoz. Azt gondolom, hogy a tej felnőtt ember számára semmiképp nem ajánlható, és a beteg akkor az első, amit ajánlok, hogy elhagyjon, az a tejtermék. A tejtermékben nincsen semmi olyan, ami nem bepótolható. Az olajos magokban az összes kálcium és más mindenben benne van. Ha valaki olajos magokat eszik, akkor nincsen kálcium hiány, és egyébként pedig a kálcium az nem hiányos, nem hiányzik a szervezetünkből, hanem egy teljesen rossz anyagcsere révén nem beépül a csontban, hanem a csontból kioldódik. És a pH viszonyok és az egész millió változik a szervezetünkben egy egészségesebb táplálkozás nyomán, akkor nincsen kálcium hiány és nincsen csontgyilkolás. Köszönöm szépen. Hát mit lehet ezek után mondani? A következő. Ami nekem problémás a tejjel, az nem ez, meg kell, hogy mondjam. A fő problémám az, hogy a tej zsíros és sós. Tehát magyarul, amikor diétát rendelek például egy gyereknek, vagy akárki másnak, akkor megpróbálok valahogy úgy, hogy ne azt a tejet kapja, amit mondjuk egy 2-3 éves gyereknél nagyon fontosnak érzem, hanem mást. Amit talán érdemes elmondani az egészről, hogy mindent lehet pótolni.
ez teljesen természetes, csak egyetlen gond van, odafigyelés kell, megfelelő tudás kell hozzá, és ez a tudás jelen pillanatban se az internetről, se egyéb helyről nem szerezhető meg. Tehát abban az esetben, hogyha akár kollégák, akár mások vállalják azt, hogy azoknak a vegánoknak, akik például tejterméket nem fogyasztanak egyébként, fölhívják a figyelmet arra, hogy mit kellene fogyasztani, akkor semmi kifogásom ellene. Akkor van csak kifogásom ellene, hogyha szándékosan betegséget okozunk, és megengedjük azt, amit hozzánk a klinikára elég gyakran bekerülni a gyerekeknél, tehát hogy egyszerűen a kálciuma borzasztó alacsony, és valahogy meg kell avatkozzunk kálciummal, D-vitaminnal, egyébben, hogy valahogy segítsünk rajta. Engem ez vezet, és elsősorban ez a lényeg, biztos, hogy lehet mindent pótolni, csak akkor ehhez megfelelő felvilágosítás kell. Igen, a felvilágosításról én is egyetértek. Ezért is tartom fontosnak azokat a lehetőségeket, ahol életmódelőadásokat lehet hallgatni, és kérdéseket lehet feltenni, illetve a Zuckerbert lehet felkeresni, hogyha valaki egy táplálkozási formát szeretne folytatni, amit korábban nem folytatott. De a tapasztalatom azt mutatja azokkal, akikkel én kapcsolatban állok, hogy ez nagyon gyorsan és könnyedén elsajátítható, és ezáltal egy kiegyensúlyozott táplálkozást lehet folytatni. Egy dolgot említenék még, a laktáz enzim, meg a tej lebontásához szükséges enzimek, amelyek termelése nagyon-nagyon fontos, és ha nincsen meg, amikor születünk, akkor az anyatejet sem tudjuk megemészteni, és ez súlyos probléma. Viszont később az a tapasztalat, hogy ez olyan 1 és 4 éves kor között ezeknek az enzimeknek a termelődése csökken, népcsoportonként változik, hogy milyen mértékben csökken. Vannak olyan népcsoportok, ahol 90%-nak lecsökken ennek az enzimnek a termelése, tehát a tejtermékfogyasztása számukra szinte lehetetlenné válik, de vannak nyilván olyan népcsoportok, akiknek ez kevésbé, ezért náluk nem okoz közvetlen tünetet vagy problémát. Én nagyon kommentálnék, hogy az anyatej az tökéletes, azt tudjuk, kétségtelen, hogy kinek egy cukorérzékenysége van, vagy valami enzimmel, vagy valahogy meg kell ezt oldani. A későbbiekben ugye nem ajánljuk 1 éves korig a gyerekeknek a teljes tehéntejet, pontosan a só és a magas fehérje tartalma, nem só, hanem ásványvizel és magas fehérje tartalma miatt, hanem hát ezért nekik 1 éves korig bizonyos társzereket adunk, ami lehet elapú vagy más alapú, de megfelelően mindig inkább hasonló legyen az anyatejhez. Egyébként most jelentek meg aránylag úgy kutatások azzal kapcsolatban, hogy a korábban túl magas fehérjetartalmú társzerekkel baj csináltunk, úgyhogy most megint rájöttünk, hogy az anyatej lenne a legjobb minta, és azt szerint kellene ezeket készíteni. A kálcium miatt nagyon lényeges a nőknek, hogy a nők megfelelő mennyiségű kálciumot fogyasszanak, és azt is fontos tudnunk, hogy a kamaszkor végére nagyon lényeges, hogy milyen a csontkorja annak a gyereknek. Tehát, hogyha csinálni röntgent, az mutogató csuklomat, mert ott szokták megnézni, hogy megfelelő a csont kálcium, illetve ásványanyag tartalma, mert ugye ennek megfelelően onnan már csak tartja a szintet, illetve például a nők menopauza után szépen elkezdik veszteni és megjelenik a csontritkulás. Tehát nagyon nem mindegy, hogy meddig jutunk el, tehát nem mindegy, hogy 95%-ban mi dolog vagy 75%-ban. Így hirtelen megint nem tudok mibe jutatkozni, úgyhogy néhány dolgot még, amit fölvezetettem, arról beszélnék, hogy a szója, hogy a genetikailag módosított, ez igaz, de mondjuk én eszem a szóját, és nem is ajánlom senkinek a betegeim közül. Ha valaki nagyon szeretné a húsportolni, csak az igen szóját, azt gondolom, hogy nagyon sok mindennel jó utolható a hús akkor is, hogyha az ember szóját nem választja az élelmiszerek közé. A tej mint táplálék, hogyha ugye korán a kolléganél említette, hogyha 1 éves kor alatt vágunk, akkor bajt okoz. Tudjuk, hogy a goci az patát kell növesszen, meg szőrt kell növesszen, meg egy csomó minden, akkor a testet, nem tudom, hányszorosa az ember testének, hogy állandóan egy tehén.
ennek megfelelő a tejösszetétele. Most ezt a tejösszetételt embernek adni, pláne egy kicsi korban, pláne akkor, amikor az immunrendszere ki van téve annak, hogy idegenanyagokra hogyan reagál, ez biztos, hogy nem helyes. Úgyhogy az mindenképpen tanácsolom, hogy a pici korban, még hogyha az anyatej, ugye az anyatej is egy külön história, hogy ez miért áll le, semmiképp se töménytelen.